Sűríti járatait a DKV. November 20-ától lépnek életbe az új menetrendi változások. Összefogott a szakma, az új alapellátási ügyeletrendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Vereség az utolsó másodpercekben, a Deac futsal csapata ellen is igazolta klasszisát a Haladás. Jó estét kívánok! Ez a DTV híradó. November 7-e, kedd van. Mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Új járatot indít a DKV ZRT a déli ipari parkban dolgozók jobb kiszolgálása érdekében. Ezzel egy időben több vonalon sűrűbben közlekednek majd a buszok és a villamosok. Lesz olyan járat is, amelynek módosul az indulási időpontja. A menetrendi változásokat lakossági észrevételek alapján november 20-ától vezeti be a közlekedési társaság. Érdemes lesz alaposan megnézni a menetrendet, november 20-ától ugyanis több járat is sűrűbben közlekedik majd. Így például az 1-es és a 2-es villamosra is kevesebbet kell várni, mivel mindkét vonalon óránként egy-egy járattal több közlekedik majd. A menetrendi korrekciók és módosítások alapja minden esetben a lakossági igények felmérése volt. Utasszámú berendezésekkel mérjük tavalyi év januárjától az utasforgalmat az egyes vonalakon, járatokon, sőt megállókban is, illetve a járművezetőktől beérkezett tapasztalati adatokból, információkból hajtottuk végre ezeket a módosításokat, ahogy tesszük ezt november 20-ától is. A naponta közlekedő autóbuszok száma is növekszik majd, mert a közlekedési társaság 10 vonalon sűríti a menetrendet. Táblázatban mutatjuk, hogy a változások mely autóbuszjáratokat érintik. Az eddigi 49-es vonalcsoporthoz tartozó autóbuszok 20-ától új számozást kapnak. Mindezek mellett az Airport 1-es járat is ütemesebb menetrend szerint teljes üzemidőben minden órában közlekedik. Ezen felül a Doberdó utca és a Déli Ipari Park között új járat indul 61-es jelzéssel. A közlekedési vállalatnál ebben az évben egyébként negyedik alkalommal sűrítik a járatokat. A módosítások célja most is a város közlekedési feltételeinek javítása, amire az egyre növekvő utasforgalom miatt van szükség. A Covid elmúltával egy folyamatosan felfutó tendencia jellemzi az értékesítést. Tavalyhoz képest, hogy az év első 10 hónapját figyelembe véve, az eladott jegyek, mint értékszelvények mennyisége az közel 5%-kal növekedett, viszont az eladott bérletek mennyisége pedig több mint 15%-kal növekedett. A menetrendi változásokról valós időben az ingyenes menetrend mobil applikáción, valamint a DKV ZRT honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatnak részletesebben. Jövő év elejétől Budapest kivételével már az ország bármely pontjáról lehet majd hívni a 1830-as számon az új alapellátási ügyeletet. Az új rendszer eddigi tapasztalatairól a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Hajdú-Bihar vármegyei területi szervezete tartott ma szakmai napot. 2021 nyarán indult el Hajdú-Bihar vármegyében kísérleti jelleggel az új alapellátási modell. Ennek kialakításában a Debreceni Egyetem Klinikai Központ sürgősségi klinikája és az Országos Mentőszolgálat vett részt. Céljuk az volt, hogy egységes alapellátási ügyeletrendszert hozzanak létre a magasabb színvonalú, könnyebben átlátható és elérhető betegellátás biztosításának érdekében. A Debreceni Klinikai Központ elnöke szerint a kialakított rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Összefogás jellemezte a sürgősségi ellátórendszer úgynevezett préhospitális, azaz kórház előtti rendszerét, azaz a mentőszolgálatot, illetve magát a kórházi sürgősségi ellátórendszert, amely példaértékű, és amely egyértelműen bemutatta számunkra, hogy ez az összefogás szakmai szempontból is egy jelentős előrehaladást eredményezett. Országos szinten 2023. februárjától kezdték el fokozatosan bevezetni az új alapellátási ügyeletrendszert, amit jelenleg 15 vármegyében működtet az Országos Mentőszolgálat. Az eddigi tapasztalatokról is szó esett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vármegyei szervezetének szakmai fórumán. A 1830-as számon ügyeleti időben szakemberek segítik a betegeket, akár tanácsadással, 2 órán belül ügyeleti autóval, súlyosabb esetben pedig mentőt is hívnak.
Több mint 150 ezer beteget láttunk el. Azt látjuk, hogy a betegek mintegy 92-93%-a az, aki a helyszínen ellátható, nem kell további kórházi ellátás számára. Ez azért is fontos, mert nem kell feleslegesen beutazzanak a sürgősségosztályokra, feleslegesen várakozzanak ott, vagy akár terheljék a sürgősségosztályuk amúgy is terhelt forgalmát. December 1-jével további két vármegye csatlakozik a rendszerhez. A tervek szerint 2024. februárjában Budapest kivételével az egész országot egységesen lefedi majd az új alapellátási ügyeletrendszer. Sikeresen működött a felzárkóztató iskola a Dorkás Szolgálat Alapítvány befogadóközpontjában. Szeptemberben az Ukrajnából ideérkezett gyerekek 51%-a tudott integrálódni a többségi oktatásba. Ők most két debreceni általános iskolában tanulnak, ahová már be is illeszkedtek. Olyan kárpátaljai diák is van, aki a tehetséggondozó programba is bekerült. A Dorkás Szolgálat Alapítvány mindössze 3 héttel az orosz-ukrán háború kitörése után megnyitotta befogadó központjának kapuit a menekültek előtt. Nem csak szállást és ételt adtak nekik, de a gyerekeknek óvodát és iskolát is biztosítottak. A tanköteles korúaknak felzárkóztató iskolát alapítottak a központban az UNICEF-fel együttműködve, hiszen a háború és a Covid-járvány miatt voltak olyan 10 évesek, akik írni és olvasni sem tudtak. Az osztályokban zajló munka eredményes volt. Amire nagyon büszkék vagyunk az, hogy egy tanévnyi munka után szeptemberben az általunk, vagyis a mi iskolánkban járó, menekült iskolánkban járó gyerekeknek az 51%-át most szeptemberben el tudtuk küldeni debreceni általános iskolákba. 18 gyerek a Karácsony Sándor általános iskolában tanul szeptembertől, ott például 2-3 hétig tartott mindössze, amíg a gyerekeknek sikerült a beilleszkedés, már vegyesen ülnek a padban az ottani diákokkal. Felzárkóztatásukat az intézmény pedagógusai is figyelemmel kísérték, az osztályozó vizsga előtt felmérték a tudásukat. A Karácsony Sándor általános iskola igazgatója azt mondta, remek együttműködést alakítottak ki a Dorkásznál működő felzárkóztató iskolával, és napi kapcsolatban vannak velük azóta is. A készség és képességfejlesztés nagyon fontos az iskolánkban, úgyhogy a szakmai felkészültség az adott volt a pedagógusok részéről, viszont az UNICEF által támogatott sulinyugi program és az Attiláékkal közösen működő mobil csapat biztosította azokat a tréningeket, amik ezt az inklúziót segítették, hogy a gyermekek sikeresen be tudjanak integrálódni az osztályukba. Ez olyan jól sikerült, hogy a tehetséggondozásba is be tudták vonni őket. Van olyan kárpátaljai harmadikos diák, aki már indult vers és prózamondó versenyen is. Mintegy 40 ezer embert mozgatott meg az elmúlt 2 esztendőben a Mozdulj Debrecen program. Paplászló polgármester úgy fogalmazott, ez az elmúlt évek legsikeresebb össztársadalmi akciója, amit most már minden korosztály kihasznál, hiszen a város valamennyi általános és középiskolája csatlakozott a kezdeményezéshez. Bemelegítéssel kezdődött a Mozdulj Debrecen keddi szívbarát sétája, csak hogy most rendhagyó módon tortaevéssel folytatódott a program. A Mozdulj Debrecen program 2 éves lett, melynek keretében a város számos pontján lehet ingyenesen sportolni. Paplászló polgármester úgy fogalmazott, az elmúlt évek egyik legsikeresebb össztársadalmi akciója ez az egészségmegőrző program. 2 évvel ezelőtt hoztuk létre, és a sikerét jól mutatja, hogy közel 40 ezer embert mozgatott meg az elmúlt 2 esztendőben a Mozdulj Debrecen, és most már korosztályoktól függetlenül, mert az első időszakban a cél az volt, hogy a város idősebb korosztályát, idősebb szépkorú polgárait tudjuk megszólítani, akik nagyon aktívvá váltak az elmúlt időszakban. A szívbarát séta legtöbb résztvevője a kezdetektől jár a nagyerdei programra. Először gerinctornára jelentkeztem, és azon vettem részt. Nagyon tetszett a mozgás. Utána tudtam, hogy van séta, és a sétán nagyon jó kis csapat van, nagyon jó kis közösség, sok emberrel ismerkedtünk meg. A program indulás előtt egy felmérést végeztek, mely szerint a többi nagyvároshoz hasonlóan a debreceniek 70%-a is nagyon keveset, vagy egyáltalán nem mozog.
Ezért biztosít a város ingyenes sportolási lehetőségeket. Soha nem késő a szervezetünknek ajándékot adni, és a szervezetünknek visszaszolgálni azt a teljesítményt, amit tesz. A szívünk az egyik legfontosabb szervünk, ami a legtöbbet dolgozza, és soha nem pihen. A Mozdulj Debrecenhez már a Civisváros valamennyi általános és középiskolája csatlakozott. A program részeként nyitották meg a Szent Anna utcai belvárosi egészségfejlesztési központot, ahol számos ingyenes szűrővizsgálatot és tanácsadást végeznek. Újabb helyszín. Mostantól csaknem 1000 négyzetméteres tornacsarnokában várja a zumbázni vágyókat a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum. A sportolási lehetőséget a Mozdulj Debrecen program biztosította. A tornatermet pedig a Görögkatolikus Egyház bocsájtja hétfőnként és péntekenként a zumbázók rendelkezésére. Ilyen volt az első zumba óra a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum tornacsarnokában. Miklósi Józsefné barátnőjével jött el pörgős zenékre zumbázni. Nagyon jó volt, jól éreztem magam, csak még nekünk ez szokatlan, mert mi tornázni járunk rendszeresen a barátnőmmel, és ez a zumba nekünk most új. A 960 négyzetméteres tornacsarnokban 500 ember tud egyszerre mozogni. A hidegebb hónapokban kültéri programoknak is otthont adhat majd a sátorcsarnok. Látták, hogy milyen nagy lehetőség van a sátorban, és úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a Mozdulj Debrecen programhoz is, lehetőséget biztosítva Debrecen város lakosainak, a lakosság számára, hogy tudjanak rendszeresen mozogni. A Mozdulj Debrecen program kezdetben jógát és gerinctornát biztosított az érdeklődőknek, később viszont igény mutatkozott egy dinamikusabb mozgásformára, így a repertoár a zumbával bővült. Az új sportolási lehetőség iránt sokan érdeklődtek. A jelentkezők mindig túlhaladták a kapacitást, és végre köszönhetően a Görögkatolikus Egyháznak egy olyan színteret, egy olyan helyszínt tudtunk birtokba venni, amit hétfőn és pénteken 18 órától immáron a dolgozóknak is kinyitva. A Mozdulj Debrecen program az elmúlt 2 évben egyre sikeresebb. Már több 10 000 debreceni élt a program biztosította lehetőségekkel, többek közt szűrővizsgálatokkal és sportfoglalkozásokkal. A Mozdulj Debrecen iskolaprogram keretében a fiatalabb generációk is többet tehetnek az egészségükért. Fantasztikus bővítésen ment végbe a program, a igazi mozgalommá alakult, és több mint 40 000 ember mozgott, vagy fiatal, idős, rendszeresen, valaki lehet egy versenyen vett részt, de nagyon sok mindenki hallott már a Mozdulj Debrecen programról, és nekünk az a célunk, hogy ne csak halljanak róla, hanem igenis vegyenek részt a programokon, a lehetőséget meg tudjuk adni. Mostantól hétfőn és pénteken este 6 órától minden érdeklődőt várnak a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum tornacsarnokában a zumba órákra. A kora esti időponttal elsősorban a családanyáknak akarnak kedvezni, így nekik is lesz idejük egy-egy órát az egészségükre szánni. 7 másodpercen múlt a bravúr. Az utolsó pillanatokban kapott góllal szenvedett 2-1-es vereséget a Deacalista vezető szombathelyi haladástól a férfi futsal NB1 11. fordulójában. Mivel a debreceniek remek játékuk ellenére nem szereztek pontot hétfő este, így maradtak a tabella 9. helyén. Nem sok igazán nagy gólhelyzetet láthatott a félidő első felében a Desok csarnok közönsége. Mindkét csapat óvatosan kezdett, különösen a több meghatározó játékost is sérülés miatt nélkülöző pirosmezes vendégek játéka volt a megszokotthoz képest visszafogott. A folytatásban már többször eljutottak a kapuk elé a csapatok, majd a szünet előtt szűk 2 perccel megszületett a találkozó első gólja is. Egy labdaszerzést követően Anand Casemiro talált a kapuba. Én próbálom azért a pozitív oldalát nézni, hogy szerintem taktikusan játszottunk, és próbáltak a srácok megtartani azt, amit megbeszéltünk, és ez jó volt, ez pozitív az előttünk állókra nézve, illetve pozitívnak kell tekinteni azt is, hogy az ellenfél lassítani akarta a játékot ellenünk. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A Deac néhány nappal ezelőtt igazolt kapusa Faragó Ádám több nagy bravúrral tartott a meccsben csapatát. A hajrában kockáztatniuk kellett a hazaiaknak, ennek pedig meglett az eredménye. 5-4 ellen Tóth Attila előkészítését Faragó Lajos váltotta gólra. A haladás azonban rutinosan tartotta a labdát az utolsó 2 percben, majd 7 másodperccel a végső dudaszó előtt Drót Zoltán igazolt a klasszisát, és ezzel visszavette a vezetést a Szombathely. Elől meg voltak a helyzeteink, egy bajnoksági meccset meg lehetne nyerni ennyi helyzettel. Saját teljesítményem szerintem segíthettem volna a csapatom mindkét gólnál, ma nem így sikerült.
A Deac a hátralévő időben nem tudott lövő helyzetbe kerülni, így a Bajnokok Ligájában is jól szereplő vendégek elvitték a 3 pontot Debrecenből, növelve előnyüket a tabella élén. Az egyetemisták továbbra is a 9-ek, 4 ponttal a felsőházba jutást érő 6. helyen álló Nyíregyháza mögött. Eddig tartott ma a DTV híradó, riportjainkat újra megnézhetik dehír.hu hírportálunkon. Kövessék a Dehír Light TikTok oldalunkat is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!